A harangszó után elkezdődött a szertartás, megszólaltak az ünnepi énekek. Halász Béla püspök elmondta ünnepi prédikációját. A gyülekezet választott lelkipásztort, harangozó László lelkész úr személyében, és ezt az ünnepet osszuk meg, az öröm a gyülekezet számára, és öröm egyházunk számára is, hogy van egy lelkipásztor, akit szeretettel vártak és befogadtak a gyülekezetbe. A beiktatás egy olyan esemény a református egyházban, amikor a megválasztott vagy meghívott lelkészt hivatalosan is a gyülekezet lelkipásztorává nevezik ki. Fogadalmat tesz, hogy szolgálatait tisztességesen ellátja. Mai alkalom egy rendhagyó ünnepi istentisztelet. Azt kell róla tudni, hogy hosszú évek óta nem volt ilyen alkalom a Bácskai Egyház megyébe. Tudomásom szerint az én beiktatásom volt 2013. októberében az utolsó ilyen alkalom. Rendhagyó ünnepi istentiszteletről van szó. Beiktatás tulajdonképpen egy liturgiai kérdés az egyházunkba. Az istentisztelet alkalmával harangozó László lelkipásztornak ünnepélyesen átadták az egyházközség szimbólumait, köztük a gyülekezet szentírását, az egyházközség bélyegzőjét és a templom kulcsát. A szabadkai gyülekezet február 1-től foglaltam a gyülekezet, mert előzőleg meghívtak, aláírás gyűjtöttek, és elfogadtak lelkészüknek, és most következett ez a pillanat, hogy beiktatnak. A püspök úr és az esperes úr fogják végezni a szertartást, és hát ez valóban egy ünnepi pillanat számomra is, hiszen ezáltal lesz hivatalossá, hogy az ő áldásukkal az én beiktatásom, mint pásztora leszek ennek a gyülekezetnek, ami áldás és kihívás egyben. A rendezvényen a történelmi egyházak képviselői, illetve köztisztviselők is köszöntötték az újonnan beiktatott lelkipásztort. Az eseményen jelen volt Horváth Tímea alpolgármester, valamint Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.